Sziasztok! Hamarosan itt van az anyák napja, ezért arra gondoltam, hogy egy ilyen anya-lánya témával készülök nektek, illetve erről a kapcsolatról szeretnék nektek egy picit mesélni. És képzeljétek el, hogy a mostani anyák napja azért különleges, mert pont anyának a szülinapjára esik egyébként, most május első vasárnapja, szóval ez ilyen extrán anyás nap lesz. És igazából ez az apropója annak, hogy úgy gondoltam, hogy érdemes csinálnom most egy olyan videót, ami tényleg egy picit személyesebb hangulatú, és egy picit intimebb, illetve tudok olyan dologra is beszélni, ami számomra nagyon-nagyon fontos. És őszintén szólva, hogyha így olvastátok régebben a blogomat, vagy most akár, akkor tudhatjátok, hogy számomra a család nagyon-nagyon fontos számomra. Igazából, hogyha anyára gondolok, akkor egyből az jut eszembe, hogy nagyon erős, nagyon céltudatos, és tényleg tűzön vízen állt, az a legfontosabb neki, hogy velem mindig valami jó történjen, és hogy én biztonságban legyek, úgymond. És igazából pont a blogomon írtam egy erről szóló bejegyzést, amiben elmeséltem nektek, hogy azért a mi életünk nem indult olyan könnyen. Ezt ide be fogom linkelni, nyugodtan nézzétek meg, most nem erre szeretném kihegyezni a videót, de fontosnak tartom, és szerintem meghatározó része volt az életünknek olyan szempontból, hogy köztünk ilyen szorossá vált ez a kapcsolat. És igazából az a videó most egy kicsit szeretném, ha a szülőknek is szólna, és szeretném, hogyha hozzátok is szólna, hiszen nyilván ti vagytok többen. Lehet, hogy egy elsőre furcsán hangzik, de például az ilyen magabiztossági kérdésekkel nekem mindig problémám van, és kívülről ez talán nem látszik, de tényleg sokszor küzdök vele, és mindig anya az etalon nekem, hogy úristen, hogy lehet valaki ilyen nagyon fasz a csaj, mint anya, aki tényleg így azért oda teszi magát, és tényleg elképesztően magabiztosan tud fellépni. Én egyébként mindig, amikor így álmodozok arról, hogy jaj, ha majd egyszer lesz egy kisgyerekem, vagy ilyesmi, akkor tényleg mindig az van előttem, hogy jaj, bárcsak olyan anya tudnék lenni, amilyen anya velem, hogy nem tudom, hogy csinálja, tényleg ez valami varázslat, de tényleg el tudja azt érni, hogy mindent, de szó szerint mindent elmondjak neki. Nem érzek semmilyen gátlást magamban, nem érzem azt, hogy ciki lenne, tényleg semmi ilyesmit nem érzek. És abszolút azt érzem, hogy egy ilyen barátnő vagyok neki. Tehát, hogy ott van ez az anya-lánya kapocs, ez a tényleg az igazi anya kapocs, de mellette ott van ez a barátnő feeling, és ezáltal tényleg rengeteget hülyéskedünk, tényleg mindenféle olyan dolgot csinálunk, ami a mi kis közös dolgunk, és talán pont ettől válik az egész olyan megfoghatatlanná, és annyira nagyszerűvé, tehát tényleg szerintem ez fantasztikus dolog, hogyha a szülő-gyerek kapcsolat jó. A szülők nem véletlenül fetszelenek akkora energiát belénk, hogy tényleg később mi megálljuk a helyünket, mi meg tudjunk hozni önállóan olyan döntéseket, amik ahhoz vezethetnek, hogy tényleg jobb életünk legyen, mert legvégül mi leszünk ott, és nem anya, meg nem apa fogja meghozni a döntést helyettünk. Nektek gyerekként azt kell elfogadnotok, hogy az, hogyha valaki félt, illetve a szülő félt titeket, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő meg akarja keseríteni a ti életeteket, és minden áron azonban, hogy csesztessen titeket, akár telefonon, stb. Mindenen, hanem ezt mi nem érthetjük meg, amit ők éreznek, hiszen nem vagyunk szülők, de meg kell próbálnunk megérteni. Amikor valaki szülővé válik, szerintem, akkor automatikusan kapja tényleg a csomagba azt, hogy most már van valaki, aki miatt napi szinten 0-tól 24 óráig aggódni fog, és valószínűleg mi gyerekként akkor fogjuk majd megérteni, hogy milyen is szülőnek lenni, amikor majd tényleg azzá válunk, és akkor bizony majd meg fogjuk tapasztalni azt, amikor a mi saját gyerekünk fog egy picit elutasító lenni. Tehát én igazából itt most egy picit arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy legyetek egy picit elnézőbbek. És a másik dolog, hogy ne akarjatok elzárkózni, és a szülőknek is, vagy nem tudom, tényleg nem akarok ilyen tanácsadó lenni, mert senki nem vagyok, tehát hogy ez tényleg csak az én kis szubjektív véleményem. Szerintem gyakran elkövetik azokat a hibákat a szülők, hogy tiltanak dolgokat,
hogy nem engednek meg dolgokat, és ezzel érik el azt, hogy a gyerek titkolózni fog. És valószínűleg megint csak saját történetemből merítve, mi anyával azért tudunk ilyen jól kijönni, meg azért ilyen őszinte a kapcsolatunk, mert tényleg soha nem volt az, hogy most azt mondtam volna, hogy nek és lányom, ezt megtiltom. Akár ha én egy idióta hülye pasival jártam, azt se tiltotta meg, majd tudta, hogy tanulni fogok. Nyilván elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban, de sosem befolyásolta azt, hogy én hogyan döntsek, mert azt akarta, hogy eljussak oda, hogy én hozzam meg a végső döntést, és én lássam meg, amit ő már ugye régen látott, hiszen sokkal tapasztaltabb. Tehát amikor ők okoskodnak, mert ez néha úgy tűnhet, hogy jaj, milyen okosak, meg jaj, meg persze, meg mit tudom én, de higgyétek el, a legvégén mindig az anyukának van igaza. Ezt komolyan mondom, én nem tudom, hogy hogy csinálják, tényleg fogalmam sincs, de mindig nekik van igazuk. A másik dolog pedig szerintem az, hogy a mi generációnk, illetve az alattam lévő generációk személyiség jegyében azért erősen benne van a makacság, a nagyon öntudatosság és a nagyon mi tudjuk, hogy mi a jó című történet. És itt tényleg megint csak hozzátok szólnék, hogy ha egy picit lehet, hogy kellene engedni ezekből a dolgokból, mert olykor ezek a dolgok ilyen fölösleges feszültségeket generálnak. Például, most mondok egy példát, ami semmi extra, de nyilván nekem is előfordult már olyan az életemben, hogy felhúztam magam valamin, becsaptam az ajtót, közben meg rájöttem, amire ugye mindig rájövök, hogy persze anyának van igaza, és igazából itt kell egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőt venni, és tudom, hogy ez tök nehéz, de én például nem tudok úgy lefeküdni, hogy ilyen haragban vagyok bárkivel is, ez nyilván megint kinek milyen a személyisége, de én azt javaslom nektek is, hogy próbáljátok meg tényleg jó kapcsolatot fenntartani, és ez nem csak a szülőn múlik, hanem rajtatok is. Nyilván a szülőn is, tehát hogy nem akarok felmenteni semmilyen szülőt, de nagy mértékben rajtunk is áll az, hogy ez a kapcsolat milyen lesz, és hogy ezt hogyan tudjuk tényleg minőségivé tenni. És ezeken, mint minden kapcsolaton, dolgozni kell. Tehát, hogy ez valahol egy picit olyan, mint mondjuk egy párkapcsolat, vagy barátság, stb. Csak ez egy szülő-gyerek kapcsolat. Tehát itt ilyenkor tényleg fontos az, hogy ugyanúgy belefektessétek az energiát. Ne legyen automatikus az, hogy ott van mellettetek anya, vagy apa, vagy bárki. Mert higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok gyermek nő fel tényleg szülő nélkül, és ti olyan szerencsések vagytok, hogy mellettetek ott van az a bizonyos anya, ott van ez a bizonyos apa, és ezt meg kell becsülni, és ezért hálásnak kell lenni. Jusson az összetekbe, hogy basszus, mennyire szerencsések vagytok, hogy nektek ott van az a bizonyos szülő, ott van mellettetek, támogat titeket, fizeti a tanulásotokat. És ez nem kötelességük, ezt értsétek meg, hogy mindent gyakran a mai gyerekek olyan félvárról vesznek, hogy hát persze, de hogy ez nekem jár, nekem az jár, hogy legyen zseppénzem, nekem az jár, hogy legyen szép szobám, az jár, hogy legyen nem tudom milyen telefonom, ez jár. Nem jár. A szülők próbálnak a kedvetekre tenni, azért próbálnak titeket elkényeztetni, meg idézélbe elkényeztetni, mert szeretnek titeket, és tudják, hogy mire vágytok, de ez ne legyen nektek automatikus, hanem tudjatok köszönetet mondani, tudjatok tényleg úgy eléjük elni, hogy büszkék legyenek rátok. Ne féljetek kimutatni azt, hogy szeretitek őket, mert higgyétek el, hogy számukra ez a legnagyobb ajándék, és ez a legnagyobb visszajelzés, hogyha a legvégén, amikor tényleg már ott vagytok, felnőttök, vagy ahogy akár cseperedtek fel, visszajelzést küldtek nekik, hogy basszus, igen anya, barom jól megcsináltad, köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy segítesz, köszönöm, hogy támogatsz, köszönöm, hogy mellettem vagy, és tényleg ezek a legfontosabb dolgok. Higgyétek el, hogy nem érdekli őket semmilyen ajándék, tehát az a legnagyobb ajándék nekik, hogyha ti ott vagytok, és
adtok egy ölelést, adtok egy puszit, kifejezitek tényleg a szereteteteket. Láttam pont egy rajzot, ami engem iszonyatosan megérintett. Rajzok formájában három kép volt egymás alatt, az első, amikor megszületik a gyerek, és ugye anya, apa a telefonnal ugye fényképezi. A második kép, hogy rajzol a gyerek, anya, apa telefonnal fényképezi, és a harmadik kép pedig az, hogy a rajzon ott volt a kisgyerek, és lerajzolt a saját magát, és két telefont. Tehát, hogy a gyerek ne két telefonként ismerje a szüleit. Tehát, hogy tudom, hogy ez egy ilyen nagyon szélsőséges ábrázolás, de szeretném, ha egy picit átmenne ez az üzenet, hogy néha érdemes lerakni, és néha érdemes nem megörökíteni a pillanatot, hanem tényleg megélni, és úgy eltenni ide, meg ide ezeket a bizonyos emlékeket. Mert a végén nem ezek a digitális valamik fognak érni valamit, hanem azok a pillanatok, amit tényleg közösen éltünk meg. És tényleg ez mind a kettő, tehát hogy ez egy oda-vissza, és nyilván ebben a digitális világban, amiben most vagyunk, és ennyire erőteljesen ugye rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan éljünk, nagyon nehéz határt szabni. Ne legyen ott az a hülye telefon, de tényleg, szóval, hogy nem kell oda, hanem tényleg éljük meg ezeket a bizonyos pillanatokat, és raktározzuk el a kis szívünkbe. És végül, de nem utolsó sorban, a legfontosabb tényleg az, hogy szeressétek egymást, és tényleg minden szülő próbálja kihozni magából a maximumot, és oda tenni magát, hogy a legvégén egy olyan ember álljon majd előtte, akire büszke lehet, és gyerkőcök, ti pedig tényleg próbáljátok meg minél jobban viselkedni, minél jobban a szüleitek kedvére tenni, azzal, hogy azt a sok belétek fektetett energiát, kedvességet, szeretetet egyszer vissza tudjátok adni. És igazából legyen ez a végszó, hogy én ebben reménykedem, hogy egyszer, hogyha majd tényleg olyan igazán nagyon-nagyon-nagyon felnőtt leszek, amikor már, hát nem is tudom, nekem is lesz egy külön családom, akkor majd én is pontosan ugyanígy vissza tudjam adni azt a szeretetet, akár anyáiknak, akár pedig az én családomnak. Na, és szokásosan meghatottam most ezen az egy mondaton, hogy ebbe így belegondoltam, de ezt már megszokhattátok tőlem, hogy tényleg bármin képes vagyok itt elérzékenyülni. Szóval én most leizzálnám ezt a kis videót, és kívánok minden édesanyának nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog anyák napját, és ti gyerkőcök pedig irány menni egy szép csokorot, vagy készítsetek egy szép ajándékot, és buszilgassátok meg anyukátokat, amiért ilyen jó volt hozzátok, és felnevelt titeket. Puszillak titeket!